érdemben nem volt semmi olyan új dolog, amiről beszélhettünk volna. A telekommunikációs cégek is rásegítettek arra, hogy valami történjen a beakadás jelzésben. Nem az érzékelés technológiáról szeretnék beszélni, hanem sokkal inkább a kommunikációs technológiáról. Ugye cserélik a vezetékes telefonvonalakat olyanra, ami nem megy át az esetek meghatározó hányadában a riasztókról a jelzés a tárgyalatokra. Ha már most 2017-et írunk, jobbára a GPRS kommunikációt szoktuk használni. Ha már ez megvan, az tulajdonképpen internet. Onnantól kezdve pedig az interneten keresztül okostelefonon kommunikál mindenki, a Facebookot nyomogatja minden 20 villamoson mindenhol. Étteremben is sajnos, meg a családban is. És ezt a technológiát használja fel ez az új központ, amiről akkor átosatom a futamásnak. Köszönöm, László. Hát, hogy a Laci bevezette a Giasztó központot, a Szatalán is továbbépett a következő generáció felé, és a teljesen vezeték nélküli irányba léptünk tovább. Ez a leginkább a kis üzletek, családi házak riasztó központja, ami okostelefon alkalmazással vezérelhető, tehát ahány felhasználó kétszer azok a rendszert, azt tudom föl tudom tenni okostelefonra, honnét tudom kezelni, és másrészt vezeték nélküli érzékelőket tudom kerül rákötni a riasztó központra. Tehát maximum 16 zónáig és 7 partícióig. A következő ábrán láthatjátok, hogy milyen érzékelőink lehetnek. A tárgyában megtalálhatók a mágneses nyitás érzékelők, vannak vezeték nélküli füstérzékelői is, illetve hát sima pin mozgás érzékelők is vannak, és van egy kisebb otthon automatizálási lehetőség, a PDM kimenetek által tudunk vezérelni lámpát esetleg, vagy ugarást tudni. Illetve egyelőre még a kezelőnk az vezetékes kezelő, de egy hónap múlva már lesz vezeték nélküli kezelő is benne, és akkor teljesen mondhatjuk, hogy a Giasztó központ az vezeték nélküli teljesen. A működését tekintve úgy működik, hogy van egy úgynevezett OSM szerver, ami fogadja a Giasztó jelzéseket interneten keresztül, ami továbbadja a diszpécsernek információkat, illetve van még egy szerverünk, ami pedig az ügyfélnek a mobiltelefonjában tartja a kapcsolatot. És mivel IP kapcsolatról beszélünk, ez egy két irányú kommunikáció, tehát oda-vissza tudom vezérelni a rendszert. És online kaphatok minden eseményről információt. Itt a kezelő ilyen átlátjátok a kezelő területet, és hát a programot, amit a léjjelzőt kell letölteni, föltelepítjük, és be kell regisztrálnunk a szerverre egy felhasználási jogot, illetve megtaláljuk a PIN-kódokat, amit a Giasztó központban létrehoztunk. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor ez a kezelő felület foglal minket a telefonon, ahol mindegyik partícióról kaphatunk információkat, tehát ha itt mondjuk itt látszik az a LED, de itt igen, itt látom, hogy ez az egyes partíció az ki van kapcsolva, meg a kettes is, hogyha ez piros, akkor éles a rendszer, illetve ki tudom kapcsolni, be tudom kapcsolatát élesíteni, tudom meg a utelepítettük a rendszert, hogy nyitásérzékelők és mozgásérzékelők, akkor egy otthon élesítési funkciót is tudok vonni. És itt van a három kimenet, amit tudok vezérelni. Az egyik általában mindig a vezetékes szirénám, egyelőre még csak a vezetékes szirénám, de a másik kettőre bármilyen más egyéb eszközt rá tudunk kötni, amit egy formatosan tudunk vezérelni. Illetve itt a harmadik részen az eseménynapot láthatjuk élőben. Tulajdonképpen minden információt leírtak a telefonokra, a készülék. És a
készülék ebbe a műanyag házba érkezik, benne van a tápegység, az akkumulátor, illetve a maga a főpanel, aminek egyébként van alapvetően 7 darab vezetékes zónája is, tehát a 16 zónából 7 vezetékes is lehet. De hogyha nem akarok egyáltalán vezetékes érzékelőket, akkor akkor ezeket le tudom tiltani, és csak vezeték nélküli eszközöket tudok programozni. A magának központban már van integrálva maga a ISM kommunikátor, ami GPS csatornán keresztül kommunikál a központtal, és itt van a vezeték nélküli belőnek a rádiós kártyája, meg egy programozó csatlakozó. Így néz ki maga a központ, de a riasztó központunk, ez pedig a GSM antennája. Tehát egy-két technikai információ a telepítőknek, hogyha vezetékesen használom a riasztó központot, akkor tudja a két ellenállásos zónalezárás, tehát két vezetéken tudom bevinni a riasztás és szabotás jelzést, hogyha nem vezetékes érzékelőket használunk, akkor tételszerűen nem játszik. A kezelők az így néz ki, hát leginkább arra való, hogy ha hazamegyek, akkor be tudja vinni a kódomat, és érzedekkel megjön, hogy volt-e valamilyen esemény, és hogyha nekem részletes információ kell, akkor mindenki a mobiltelefonos programhoz kell nyúlnom, mert arra van kihegyezve a használat, tehát ott mindent látok egyértelműen, és tudom is kezelni. Ez csak azért van, hogyha megszűnne az internet kapcsolatom, akkor azért mégis így tudjam kapcsolni a rendszernek. Ne kéne szakembert hívni hozzá. A vezeték nélküli nyitás értékelőt láthatjátok ezen a dián. Hát mivel vezeték nélkül kommunikál, ezért ne telepítsünk fémszerkezetekre, másfél méter magasan kell felszerelni, hogy megfelelő jelterjedés érjünk el, illetve hát adjátok 2-3 év garanciát az elemek élettartamára, egy 3 voltos CM123-as havas elemmel működik, mindegyik érzékelő ellenezés felügyelettel rendelkezik, tehát hogyha kapunk egy ilyen eseményt a riasztóközponttól, akkor tudom, hogy 2 heten van rá, hogy kicserélem az elemet. Egyébként meg minden 15 percben kapok egy felügyeleti jelzést az érzékelőtől, tehát hogyha 15 percen belül nem jön be a jelzést, vagy 2 kimarad, akkor kapok egy szabotást, riasztást, hogy eltűnt egy érzékelő. Hát az átjelzési távolság max. 300 méter, ez minden 433-as érzékelőre megadják, de azért azt tudjuk, hogy ha egy épületbe szereljük be, akkor ez olyan durva, ami a 30-40 méter. Egyébként azt kipróbáltuk, hogy egy olyan 80 méterig, úgyhogy az asztalon volt az érzékelő, működött a távirányítója a központban, tehát azért elég jól megoldották tervező kollégák rádiós jelenlétet. Hát a mozgásérzékelő az szintén ugyanez vonatkozik, mint a nyitásérzékelőre, hogy ne felepítsük fémszerkezetre, ezt is maximum 2,5 méter magas szerelnék, úgy adja a legjobb lefedettséget, és hát azért a mennyezettől tartani kell a 10-15 cm távolságot. Az érzékelője az dual gear érzékelő, a belépő szintű érzékelőnek is, de ebből van egy vizsálatvédett verzió is. A hőmérséklet konvertált ugyanúgy ez a CR123-as elemmel működik, és szintén 2-3 év az elemi élettartam átlagos körülmények között. A szabotás jelzést arra adja az érzékelő, hogy szétszedjük az érzékelőt, és hogyha ki van kapcsolva a rendszer, akkor csak egy technikai jelzést kapunk. Abban az esetben lesz ez hangos
egy négy jogos távirányítót, amivel ki tudjuk kapcsolni a rendszert, be tudjuk kapcsolni, bármilyen riasztást tudunk küldeni, illetve néma riasztást lehet küldeni, de amúgy ezek a programok szabadon cserélhetők, mármint program szerint meg tudom mondani, hogy mondjuk az állás billentyűvel én bármilyen riasztást szeretnék kapcsolni, vagy pedig egy kimenetet szeretnék küldetni, tehát ez programozás kérdése, de az a funkciókat, hogy hát áprilisban érkezik a vezeték nélküli kezelő, ahogy már említettem, hogy lesz a kisállatra egy védett vezeték nélküli mozgásérzékelő, az már kapható. A gázérzékelő az meg csak karácsonykor fog a polcra kerülni. A vezeték nélküli optikai füstérzékelő, az pedig már most kapható. Illetve lesz egy vezeték nélküli programozói módon, amit a telepítőknek ajánlunk, mert ha nem szereti a kábeles programozást, meg USB átalakítót, akkor ezt a Bluetooth-os egységet lehet rábújni a központra, és akár a telefonokra letölthető programozó szoftverrel föl tudom programozni, tehát még a laptopban csak kell elővenni ahhoz, hogy beállítsam a rendszert. De ahogy eddig mi elmondtam, számítógéppel lehet programozni, meg ezzel a telepítői mobilappal, kezelőről nem érdemes megkérni, mert csak az alapvető funkciókat tudjuk beállítani, hogy fölveszünk vezetékes szolgákat, meg felhasználókat adunk hozzá, de ennél többet nem tudjuk beállítani, tehát erősen számítógép orientált a programozás. Hát és akkor még egyszer a fő tulajdonságot, van két vezetékes szolgák, ami lehet egyellenállásos, kételenállásos, vagy sima normál, open normál klasszikus, és maximum 9 vezeték nélküli zóna, és két partíció. A partíciókból belül az érzékelőket szabadon tudom csoportosítani, de mivel két partíció és 16 zóna, ezért erősen behatárolja, hogy ez a hétvégi házak, vagy kisebb családi házak, üzleteknek a riasztó központja. Hát a zónatípusokat, a megszokott zónatípusokat láthatjuk itt, amit mindenki használ, azonnali késleltetett, élesített hatást tanított, hogyha kulcsos kapcsolóba szeretnénk, és mivel a füstérzékelőket, tűzzónát is be tudunk állítani. Megint csak kimenetekből három van, egy a gyönyörös, a második kettőzmetik 250 gyönyörös kimenetünk van, illetve hát a távkimenet az 13,8 volt a le a célzékelőknek, és egyetlenül van egy kerekkel kimenetek a fülében, kettő a célzékelőknek és egy a közelőknek. És ami a lényeg, ami újdonságra teszik a központot, hogy az átütelés már Gmail-hez csatornán valósul meg, és rá integrálva a kommunikátora a készülékre, tehát az már egy külön rész. Az átütel az, hogy titkosított csatornán valósul meg, és mivel itt kapcsolat van, és a szerver az úgy működik, hogy az adatbázist meg tudja osztani más között, azért fel lehet állítani több felhőszervert is, amik egymás között szinkronizálnak, és akár így több redundanciát is be tudunk vinni a felügyeleti oldalon. Hát a kapcsolatot az felügyeli, tehát hogyha elmegy a kapcsolat, vagy lehet egy a tévedő, akkor azonnal vissza tud állni, illetve hogyha megszűnik az egyik vevő oldali szerver elérhetőség, akkor automatán átáll a következő szervercikre, és mivel Gmail-et használunk, ezért 5 perces életjel van, tehát maximum 10 perc alatt kiderül, hogy leszakadt esetleg a központ a felügyeleti állomásról, tudjuk értesíteni az ügyfelet. Hát a programozáson megint néhány szó, hogy hát billentyűzetről csak a minimális dolgokat belépünk a programozási üzemmódba, ezt kell elindítani, és onnéktól kezdve
költségeket, illetve, hogyha nagyon kell, akkor GPS hálózaton is keresztül meg tudjuk tenni a kisebb programozást, hogyha tudjuk a telepítői kódot, meg tudjuk a sorszámát az eszköznek, és ki van kapcsolva a rendszer. Tehát, hogyha az ügyfél mondjuk nem tud kikapcsolni egy intet, egy mintát, egy megkapásodott intát, akkor beszél a diszpécser központba, és le tudjuk tiltani azt az érzéket, amíg kimegyünk, és megjavítsuk a rendszer. Végkettes előírásoknak a központ, és a MAPIS minősítése folyamatban van, remélhetően már is csak elkészül. Illetve, hogyha valaki nem akarja felügyeletnek kötni a riasztó központot, akkor tudja esetben is kommunikálni az ügyfél telefonjára, tehát majdnem minden információt SMS-ben is el tud küldeni a rendszer. Mondjuk én személy szerint az SMS-es értesítést nem javaslom, mert az mindig egy változó költséget visz be a rendszerben, hogyha GPS-szel tesszük be az egész kommunikációt, akkor fix költségem van, akkor tudom, hogy ennyi körök megáll, és sokkal több visszavezérési lehetőségem van a rendszer felé. Meg kényelmesebb is. Hát, amit nem mondtam el, eddig, hogy maximum 3 kezelő lehet, és 2 partíció, nincsen kezelői zóna, tehát mindent meg kell vezetékre fel a központhoz, hogyha a vezetékes versiót használom, és hát mobiltelefonra vezérelhető és küldi a jelentéseket. Maximum 9 felhasználói kódot tud, tehát ez megint csak azt mutatja, hogy ez egy kis rendszer, és 3 telepítői kódban rendszerbe egy, aki mindent tud programozni, van egy mesterkód, illetve van egy telepítői kódom, ami a GPS adatátitelen kívül minden másra tud állítani. 5000 soros esemény naplója van a központnak önmagában, amit le tudunk kérdezni, tehát ha egy ügyeleten van, akkor meg mindent megjelent a felügyeletre, meg a telefonokra is. Illetve, amit már említettem, hogy a telefon keresztül teljesen tudom kapcsolgatni a rendszert, szinte a mobil alkot az én kezelőm a kezemben. Hát a 3 PM-ünk van, illetve távolról tudjuk vezérelni. És néhány szó, amit a telepítők értékelnek, tehát ugye illető tökkábelünk van hozzá, ezzel is érdemes csinálni a programozást, maximum 9 kezelők is, hát távirányítót tudunk berakni a rendszerben. Ugye minden a távirányító felhasználókhoz van kötve, vagy az tudja, hogy mind a kettő partíciót egyszerre édesítik, vagy pedig, hogyha az egyik partíciót szeretném, akkor külön felhasználót kell létrehoznom, és akkor ő csak azt az egy partíciót fogja, aki bekapcsolja. És hát, hogy azért az árakról is beszéljünk valamit, László kollégám ki fogja fejteni bővebben, hogy hogyan is jön össze a telepítők és hát a végfelhasználói ár. Mondjuk egy vezetékes központhoz összehasonlítva a vezetékes értékelő telepítője 12.000 forint, ugyanúgy a vezetékéből hasonló ár is van. Mint hogyha a központot egy vezetékes GPS-szel föl kell telepíteni, akkor az 68-al, a vezeték nélküli rendszerű meg 63.000 egy és így tulajdonképpen olcsóbbá is jön ki egy vezeték nélküli rendszerre. László mindjárt elmondja a részleteket a következő videón. Végén káros végén az előbb is hozzá? Még nincs. Tehát csak az alaplapon van rajta három kimenet. Tehát nincs a készen a tévére. A második idő az is káros, és akkor nem megkezetéken van a tévére. Más kérdés esetleg itt a technikai részhez, Dolfitől. Hogy adott?
meg egy erős rádiós alapban, akkor el tudja vonni a rendszer. Tehát ez benne van a vezeték nélküli rendszereknek a működésében. Tessék? Hát miután megszűnt az avárás, akkor eltűnik, hogy volt eseménye. Mert aki addig nem tud, addig olyan erős zavarás van, hogy nem tud kommunikálni. Vagy pedig, hogyha nem a GSM-et zavarják, hanem az átviteli csatornák, akkor azonnal fog szétesülni oda. Akkor bemegy a központra. De hogyha azt is zavarják, akkor olyan, mint hogy elváltad volna a központra a vezetéket. A másik pedig a mobil applikáció szolgálja ki. Ha valaki nem akarja a dátumjelenti díjat fizetni, akár nem annál fogva, de a mobil applikációt szeretne használni, akkor is kell vele egy GPRS-i kártya, de akkor ő a mobil applikációjával ezt meg tudja oldani, hogy ő kapod a push üzeneteket, saját maga jelentéseket minden egyes eseményről, illetve ő tudja vezérelni. De akkor nincs dátumjelent. Yeah.
2000 ügyfő van a távfelügyeletünkön, nem emlékszem arra, hogy itt az elmúlt 24 évben előfordult volna az, hogy a, valaki elnyomta volna a rádiós jelzését a mozgásérzékelő központ közötti kommunikációra, és így valósított volna a megbetörés, illetve a GSM blokkolással kapcsolatosan is csak szeretném elmondani, hogy 2007 óta van GPS a távfelügyeletünkön, most jelenleg kb. 600 objektum van így, 2007 óta azért eltelt ám 10 év, és nem fordult elő olyan betörés, hogy a GSM hálózatot blokkolta volna valaki ott a helyszínen, és így valósított volna meg egy betörés. Úgyhogy ennek a kockázata nyilván megvan, de igen alacsony, fogalmazunk így. Összefoglalva, tulajdonképpen ez egy 21. századi technológiát alkalmazó riasztóközpont, ami nagyon kényelmes és gyorsát teszi a telepítést, nem kell kábeleket, csúnya kábeleket nézegetni az ügyfélnek lakásában, vagy az irodájában, üzletében, és igazából nem drágább ez, mire felszereljük. Úgyhogy röviden ennyit szeretünk volna elmondani ezről az új generációs riasztóközpontról, illetve a riasztócsaládról. Ha valaki bővebb információkat szeretne, akkor az a kérdésük, hogy küldje ezt az IPO-ra szót és a nevét a tárban egy e-maillel az info@rds.hu e-mail címre, és akkor meg fogják keresni tanult kollégáim, és tájékoztatni fogják a további részletekről. A következő adással szeretném felkérni a Krisztián, aki a Budapest üzletünkből érkezett, mint elmondtam, és az AHD technológiáknak az idei újdonságairól fog beszámolni nekünk röviden, mert érdekes, egy évvel ezelőtt az volt a trend, hogy már megjelent a 2 megapixeles Full HD a kamerák között, az idén ezt tovább fokozták, és át is adnám azt a Krisztiánnak a további részleteket, akkor ő fogja tudni mondani.